Lurkó köszöntő. Gyújtogatott a tiszakécskei templomban. Turisztikai attrakció Tiszafüreden. Méltóság mezeje. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunsági Híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. november 3-án 18 óra 5 perckor. Lurkó köszöntőt tartott a Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai utcai óvodája. Az óvodában a 2022-2023-as nevelési évet 43 új óvis gyermek kezdte meg. A jeles napra 22 Csokonai utcai óvodás, az egykori Jókai utcai óvodából 21 kisgyermek érkezett el szüleik kíséretében. A Lurkó köszöntőt közös tánccal, énekkel, kézműveskedéssel és beszélgetéssel zárták, hiszen ez volt az első alkalom, amikor az újonnan érkezett ovisok szülei is jelen voltak. A harangszó idegesítette fel magát az a férfi, aki a tiszakécskei templomban gyújtogatott. Istennek hála, a fekete füstöt időben észlelte egy járókelő, majd az önkormányzat egyik munkatársa segítségével a tűzoltók is hamar a helyszínre értek. Nekik azonban sok dolguk nem akadt, a keletkezett tüzet kiérkezésükre eloltották, osztotta meg gondolatait a plébánia a közösségi oldalon a sajnálatos eseményt követően. Templomnyitást követően nem sokkal valaki bejött a templom előterébe, de nem azért, hogy imádkozzon vagy elcsendesedjen, hanem a motiváció ugyan nem tisztázott, és még az elkövető személye sem tudott, de felgyújtotta az előtérben található imapadot, ahonnan a lángok ugye felkaptak a pad fölötti falon lévő parafa táblára, és hát isteni szerencse, meg egy kicsit a járókelőnek az ébersége, hogy nem lett nagyobb baj, mert a kifelé hömpölygő fekete füstöt észlelték, és akkor riasztották a tűzoltókat, és akkor már a helyszínre érkezve itt is voltak a tűzoltók, de hátsnek dolguk nem akadt, mert az egyházközség gondnoka észlelve a problémát eloltotta a tüzet. A plébános elmondása szerint a helyi katolikus és református közösséget egyaránt megrázta az eset, de isteni szerencse, hogy gyorsan sikerült megfékezni a lángokat. Azt feltételeztük első körben, az ember mindig a legjobbat feltételezi, hogy egy gyertya esetleg itt maradhatott a padon, bár nincsen mécses gyújtási lehetőség a templomunkban éppen a biztonsági kockázatokán, de utána kiderült, hogy szándékos gyújtogatásról van szó, hiszen találtak itt egy flakont, benne még valamennyi gyúlékony anyaggal, illetve ezt az anyagot locsolták szét a padozaton, és találtak egy köteg szórólapból készült gyújtóst is. Tehát több, mint nyilvánvaló volt, és ennél fogva aggasztó, hogy szándékos gyújtogatás történt. A település polgármestere Tóth János is megszólalt az ügyben. Nyilatkozatából megtudhatjuk, hogy Tiszakécskén polgárőrség működik, akik rendszeresen járőröznek még éjszaka is. A polgármester azt is elmondta, hogy további 600 ezer forintos megbízást adnak a faluban kamerákat kihelyező cégnek, és ezeket az új egységeket éppen a héten fogják felszerelni. Innentől kezdve már a templom előtti történéseket is bármikor vissza tudják majd nézni. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzat beruházásában hamarosan elkezdődik a természetbúvár játszóház és túraközpont építése Tiszafüreden, jelentették be sajtótájékoztatón a Tiszatavi Kerékpáros Centrumban. Példamutató kezdeményezésnek nevezte a beruházást F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője. Felidézte, Tiszafüred évente több tízezer látogatót fogad egy turisztikai szezonban. A látogatók pedig elsősorban a pihenést, az aktív kikapcsolódást keresik. Ezért úgy fogalmazott, a Tiszafüredre tervezett természetbúvár játszóház és túraközpont tökéletesen beleillik a tiszatavi kínálatba. Egy fiatalnak meg kell ismerni a természetet. Meg kell ismerni azokat az értékeket, a növény- és állatvilágot, amely körbevesz bennünket. És ez a túraközpont, ez a játszó és túraközpont pontosan arra szolgál, hogyha egy család ide látogat kikapcsolódni, szórakozni, akkor a fiatalok, a gyermekek megismerhetik a Tiszató élővilágát, a Tiszató ökológiáját játékos formában. Ez a túra és játszó központ, ez pedig helyet biztosít akár családoknak, akár egyéni látogatóknak, akár iskolás osztályoknak is, hogy egy biológia óra keretében
egy rendhagyó biológiai óra keretében megismerjék Magyarország ökológiáját. Én azt gondolom, hogy a Jászlóskun-Szolnok megyei önkormányzat és közgyűlésnek példamutató kezdeményezése volt ez, és elnök úr, aki Huba Imre elnök úr, aki kézbe vette ezt a feladatot, az pontosan átérezte ennek a fontosságát, hiszen Tiszafüred több tízezer látogatót fogad egy turisztikai szezonba. A látogatók főleg a kikapcsolódást, a pihenést, az aktív pihenést válasszák. És az aktív pihenés mellett pedig a játszva, szórakozva tanulást biztosítja ez a túraközpont. Különleges lesz, hiszen a Tiszató környékén és talán Kelet-Magyarországon nincs is ilyen beruházás, amely a Jászlóskun-Szolnok megyei közgyűlés gesztorálásával és kezdeményezésére jött létre. Én azt gondolom, hogy pontosan beleillik abba a képbe, hogy az aktív turizmusban a kerékpáros, a víziturizmus, a horgászat mellett most már a vízre való koncentrálás is megjelenik a kínálatban. Én azt gondolom, hogy ha meg lesz ez a beruházás, emelni fogja azt a szintet, azt a színvonalat, amit már eddig is tud a Tiszató nyújtani minden ide látogatóknak. A projekt jelentőségéről beszélt Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke. Rámutatott, a létesítménnyel szeretnék közelebb hozni a természetet a fiatalokhoz, és 4 évszakossá bővíteni a Tiszató turisztikai kínálatát, megteremtve a 12 hónapos turizmus feltételeit. A Tiszató és térsége olyan gazdag természeti értékekben, hogy ennek a tudományos és ismeretterjesztő feltárása, valamint az ifjúsággal és a családokkal való megismertetése, ez alapvető célkitűzése volt a Jászlóskun-Szolnok megyei önkormányzatnak, mikor ennek a projektnek a megvalósítása mellett döntött. A kiemelt projektnek az is a jelentősége, hogy nem csupán a Tiszatóval, hanem a Tiszató élővilágával, az élővilágot befolyásoló különböző környezeti tényezők kutatásával is igyekszik a fiatalokhoz közelebb hozni egy ilyen vizes élőhelynek az ökoszisztémáját. Ugyanakkor a játéknak, a sportnak, a családokat is megérintő kikapcsolódásnak már csak azért is helye van a Tiszató térségében, mert kevés olyan szolgáltatást nyújt a térség, ami 4 évszakos lenne, és ezzel a beruházással egy újabb 4 évszakon át igénybe vehető szolgáltatással gazdagodik a tó és a térsége. Az is nagyon fontos, hogy nem csak Tiszafüred, mint a Tiszató fővárosa ad helyet ennek a beruházásnak, hanem magának a természet bulvárkodásnak és az innen induló aktív és ökoturisztikai szolgáltatásnak, ahol most vagyunk a kerékpáros centrumnak is, ez volt a jelentősége, olyan aktív és ökoturisztikai szolgáltatást, kínálatot is nyújtson a tó és a térsége, amiben egy megyei önkormányzat és a térségben működő turisztikai attrakciók, turisztikai szolgáltatók együttműködése közösen fogja tudni felemelni az itteni szolgáltatásokat, és nem csak szolgáltatási színvonal emelkedést lesz, hanem nagyon bízunk abban, hogy a turizmus, mint egy prosperáló gazdasági lába a térségnek, az tovább fog erősödni, növekedni fog ezáltal az itt eltöltött vendégészakák száma, és visszatérővé válnak azok a vendégek, akik ha csak egy alkalommal is, de minimum minden évben terveznek egy rövidebb vagy hosszabb időt a Tiszatónál eltölteni. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a tervezett létesítmény nem fog konkurenciát képezni a tiszatavi szolgáltatóknak, hanem mint egy puzzle darab úgy illik a jelenlegi turisztikai kínálatba. Tiszafüred részéről Virág Tibor alpolgármester üdvözölte a beruházás hírét. Egy sporthasonlattal élve úgy fogalmazott, új játékost igazolt a Tiszató csapatához. A természetbúvár játszóház és túraközponttal nem a régi csapat kárára, hanem azt erősítve fejlesztik az aktuális kínálatot. Végül Karancsi Tamás, a Jászlóskun-Szolnok megyei területfejlesztési ügynökség igazgatója ismertette a projektet egy előadás keretében, majd megtekintették az induló építkezés helyszínét. Több mint 2 évtizede indított el a Méltóság mezeje kampányt a Magyar Hospice Alapítvány a gyógyíthatatlan betegek szenvedésének enyhítésére. A Rákbetegek Országos Szervezetének Karcagi Klubja és a helyi Mindig van remény daganatos betegekért alapítvány több mint 10 éve csatlakozott a programhoz. Azóta minden évben ősszel a Méltóság mezeje helyszínén a Dériné Kulturális Központ előtt nárcisz hagymákat ültetnek az ünnepségen résztvevők.
A műsorban közreműködtek az Erkel Ferenc Alafukú Művészeti Iskola magánének tanszakosai, Házi Sárai Mária vezetésével, Szavalattal Ábrahám Lea Borka, a Györfi István Katolikus Általános Iskola 8-osa, dr. Kasuba Jánosné nyugalmazott iskolai könyvtáros. A Rákbetegek Országos Szervezete elnökének dr. Szabó Jánosnak a levelét dr. Lakatos Linda, a Kátai Gábor Kórház intézeti főgyógyszerésze olvasta fel a jelenlévőknek. Mint elhangzott, különleges alkalomra gyűltek össze a Méltóság mezeje őszi találkozóján a résztvevők, hogy hitet tegyenek az élet, a remény és az emberi méltóság mellett. Az országos vezető arra kérte a Karcagi Klub tagjait, hogy továbbra is álljanak azok mellé, akik most szembesülnek a betegséggel, és emlékezzenek és emlékeztessenek, hogy meg lehet gyógyulni, és teljes életet lehet élni. A Méltóság mezeje program, hát ezért durván 20 évvel indult ez a mozgalom Angliából, utána Lengyelországon keresztül, így került Magyarországra, a Magyar Hospice Alapítvány gondozásában. Mikor én ezt megláttam, és tudomást szereztem róla, elhatároztam, hogy ezt Karcagon is meg kell csinálni. Létre kell hozni egy ilyen kis szimbolikus kertet, ahol a nárciszokat elültetjük, tavasszal leszedjük. Tulajdonképpen ez az élet körforgását jelenti. A nárcisz virág ugye elsősorban az életről szól. Van. Ezért van a sárga sál is mindenkinek a nyakában. Igen, tehát ezért használjuk a sárga sálat, ez egy ilyen szimbólum. A nácisra visszatérve annyira, hogy van ennek egyházi jelentése is. Az élet szeretetéről, és tavasszal, ugye, mikor nyílnak, a feltámadásról szól. Természetesen nem abban az értelemben vesztük mi a feltámadást ilyen szempontból, de a betegségből való felépülést, lábadást és az élet szeretetét. Nem szabad elmenni annélkül, hogy ne beszéljünk az emberi méltóságról. Az emberi méltóság nem csak az én véleményem szerint, de hitem szerint mindenkit megillet az életbe, az élet utolsó pillanatáig, és ezért mindent meg kell tennünk, nem csak nekünk, a betegeknek, hanem mindenkinek, hogy az emberi méltóságot mindenkinek megadjuk. Ezután beszédet mondott Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója, aki szólt arról, hogy a nárcisz a súlyos betegeket, a végstádiumban lévő daganatos betegeket gondozó szervezetek szimbóluma. A Méltóság mezeje program a gyermeki lelkeket szólítja meg. A program célja elsődlegesen, hogy felhívja a figyelmet, a szeretet, a felelősség, a család, a gondoskodás, az elmúlás, az igazság őszintesség, a barátság és az együttlét örömére, fontosságára. Ez a program a reményt szimbolizáló nácisz előtetéséhez és virágzásához kapcsolódó nyilvános eseményekkel hívja fel a figyelmet a haldoklókért vállalt cselekvő szolidaritás szükségességére. Morgan Larson gondolatából idézek. Hosszú távon nem lehet úgy élni, mintha minden másodperc az utolsó lenne. Az embernek meg kell tudnia pihenni a holnapban, legalábbis a holnap reményében. A segítség reményt ad mindazoknak, akik kiszolgáltatottak és életüket, helyzetüket, jövőjüket kilátástalannak látják. Egy idős embert meglátogatni, vinni egy csokor mezei virágot, egy tolószékes gyermeket vagy felnőttet levinni a parkba, vagy egy vak embert elkísérni, bevásárolni, látszólag néha apró dolgoknak tűnnek. De aki kapja ezeket az ajándékokat, erőt merít belőlük, és úgy érzi, hogy még mindig van remény. A nárcisz ezen remény szimbóluma. Kívánom, hogy virágozzék minél több településen a nárcisz a Méltóság mezeje program keretében. Engedjék meg, hogy köszöntő gondolataimat egy Mikhail Alekszandrovics Bakunintól származó idézettel zárjam. A szabadság, az erkölcsösség és az emberi méltóság pontosan abban áll, hogy nem azért cselekszik jól, mert kényszerítve van rá, hanem azért, mert magától belátja, akarja és szereti azt.
A beszéd után a narcisz hagymákat ültették el a jelenlévők, majd elsétáltak a főtérre az Angyalos kútig, ahol Kovács Istvánné szavalata után Szepesi Tibor polgármester szólt arról, milyen jelentős támogatói, segítői munkát végeznek a rákbetegek és hozzátartozói körében a karcagi csoport tagjai, amiért köszönet illeti őket. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!